Ez milyen volt belülről ez a mérkőzés? Hát nyögvenny elős részünkről, nehéz mérkőzés volt. Puskásnak sok lehetősége volt, védekezésünkkel nem volt minden rendben, úgyhogy a közeljövőben ezt szeretnénk kijavítani, de örülök, hogy kapott gólnékre tudtuk hozzá a mérkőzés, illetve megszereztük a 3 pontot. De edzőtök azt mondta, hogy nagyon értékes ez a győzelem, hiszen a érzése szerint a Puskás Akadémia idén benne lesz a 3-4 legjobb magyar csapatban. Hát igen, a mai mérkőzés alapján, illetve a múlt héten is, ahogy játszottak, látszott, hogy most nagyon jó a csapat, illetve az új edző is úgy néz ki, hogy jól dolgozik, úgyhogy nagyon jó csapatnak tűnik. A kócs jól beszélt, fontos győzelem volt ugye számunkra, illetve egy ilyen mérkőzést, ennyi helyzetet kérjött a Puskás megnyerni, ez abszolút volt. Fehérvárral nagyon sok helyzetet sikerült dolgoznunk, talán ebben volt egy kicsit más a két mérkőzés, az Újpest ellen és a mostani, hogy az Újpest ellen sikerült ebből gólokat szereznünk, most nem annyira, ott kevésbé volt jó, és a mesternek is kevésbé tetszett a játék, most viszont nagyon jó játékot nyújtottunk, viszont nem sikerült gólokat szereznünk. Pozitívum azonban mind a két meccsről, hogy mind a két meccsen nagyon sok helyzetünk volt, és sajnos most nem sikerült ezeket gólra váltani. Neked is volt a lehetőség, ez főleg a második fél időben volt egy nagy, nagyon hirtelen jött a labda, és amikor a Kovácsik Ádám védett is, és azért nem tudtad ott eltalálni? Hát igen, a második fél időben volt egy helyzetem, amit sajnos nem sikerült eltalálnom a labdát, az egy nagyon nagy helyzet volt, és hát sajnálom így utólag, hogy nem sikerült gólra váltani, ott talán visszajöttünk volna a meccsbe, és meg is fordítottuk volna a mérkőzést. Így alakul, de dolgozunk tovább, és azon leszek, hogy legközelebb, ha oda kerülök, akkor sikerüljön gólt szereznem. Annyira volt fontos, hogy ilyen pozitív reakciót adjatok az Európa Liga kiesésre, ugye 2 győzelemmel kezdtétek a bajnokságot. Hát igen, az egy nagyon nagy kudarc volt számunkra. Szeretnénk azt minél előbb befejteni, azaz nem is foglalkozni már vele. Múlt héten ugye kezdtük a Posvárral otthon egy gólzáporos mérkőzésen, jár Istennél összeztük a 3 pontot, illetve a mai meccs is az volt a legfontosabb, hogy összesen tudjunk hazamenni. Nagyon nehéz mérkőzés volt, túlcsapat most a Puskás, úgyhogy értékes az 3 pont számunkra. Azért ilyen fiatal játékosként milyen volt a Vidi ellen játszani, ugye náluk azért rutinos válogatott játékosok szerepelnek szinte minden csapat részben. Ez mondjuk neked tanulópénz, vagy hogy fogod fel az ilyen meccseket? Hát igen, a Vidiben nagyon sok rutinos játékos és válogatott játékos játszik, akiket például még fiatalabbként mondjuk néztem az Európa-bajnokságon és szurkoltam nekik, hogy minél tovább meneteljenek. Nagyon élveztem ellenük játszani, sokat lehet tőlük tanulni tényleg a mozgásokat már így a pályán mérkőzés közben is, szóval tényleg élveztem a mérkőzést ellenük. Milyen volt most a hangulat nálatok az öltözőben? Jól játszottatok az egyik legerősebb magyar csapat ellen, de mégis vereség lett a vége. Hát igen, kicsit el voltunk elődve a meccs után, hogy nem sikerült győzni. Azonban rutinosabb játékosok mondták nálunk, hogy például Szolnoki Roli, Varga Józsi, hogy erre lehet építkezni, szóval nincsen semmi gond. Menjünk tovább, és jövő héten mezőkövesdelen megpróbálunk gólokat is szerezni, és ugyanilyen játékot nyújtani. Az elmúlt szezon második felének a nagy részét sérüléssel töltötted. Ez már a múlt év, nincsenek semmilyen nyoma már a pályán? Nem, sajnos most is megvan ugyan ez a sérülésem. Ez a bajlódok már lassan 3 éve, az Európa bajnokság óta, csak most már egyre rosszabb. Úgyhogy hát ezzel küzdök hétről hétre. Úgyhogy hol tudok fele játszani, hol nem, úgyhogy nem egyszerű, de csinálom, aztán reméljük, hogy kicsit jobb lesz. Ez akkor azt jelenti, hogy fájdalommal játszasz a pályán? Igen, sajnos, igen.